Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A hetedik hullám indul július 31-én, és eltart augusztus 12-ig. Ezek a hullámok rezgéseket jelentenek, és ez a maja naptárból jön. Ezek a hullámok, ez olyan, mint nálunk a hét, de ebben a maja naptárban egy hullám mindig 13 napig tart. Július 31-én kezdődik egy új rezgés, és ez Kauak hatása alatt áll. Kauak lefordítva esőt vagy vihart jelent. Tehát viharosan történnek az események, lesznek meglepetések, gyakran ez úgy jön, mint egy villám, amire mi nem számítunk, viszont mivel itt esik az eső, itt tisztázódik valami. Ez a kauák energia nem csak abban segít, hogy tisztázódjon valami, világosan lássuk a dolgokat, hanem van egy gyógyító hatása is. Ebben az időszakban érezzük a tűz és a víz elemét. A tűz eleménél megvan a bátorságunk ahhoz, hogy valami újat kezdjünk, van benne lelkesedés is. A szerelmi élet területén mutatja a testi kapcsolatot. Viszont a tűz eleménél el is égethetünk valamit, az arra utal, hogy valami lezáródik, vagy valamit befejezünk. A víz eleménél érzelmekről van szó. Ezek az érzelmek kihatnak természetesen a szerelmi élet területére, de ez a víz eleme közöl velünk még valamit, ami szintén fontos, hogy bízzunk abban, hogy az események jól alakulnak. Így folyamodik valami előre, mennek a dolgok nehézségek nélkül. És amit mi kezdünk, indítunk ez alatt az idő alatt, az gyümölcsözni fog. Tehát most megvalósíthatjuk a terveinket. És ez volt ez a felvétel. A hetedik hullám indul a maja naptár szerint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!